a Póka László ellen indult bűnükben a harmadfokú eljárás lehetőségét az első és másodfokon eljáró bíróságok bűnösség kérdésében ellentétes döntése nyitotta meg, a vádlotti másodfellebbezési joghatályos. Mindenek előtt rögzítenünk kell, hogy az első és másodfokú bíróságok eljárása perrendszerű volt, hatályon kívül helyezésre okot adó eljárási szabálysértéseket nem vétettek. Erre egyébként az eljárás részevői részéről sem történt hivatkozás. Megállapítható, hogy az első fokon eljáró kerületi bírósága releváns bizonyítási eszközöket teljes körben beszerezte, azonban az általa megállapított tényállás részben megalapozatlan volt, melyet a másodfokú bíróság kiküszöbölt, és így az ítéleti tényállást felülbírálatra alkalmassá tette. Ez a tényállás az ügyészi álláspont szerint megalapozott, így irányadó a harmadfokú eljárásban is. Az eljárás kulcskérdése, ahogy itt már elhangzott, az volt, hogy a vádlott cselekménye erőszakos volt-e vagy sem. Igazából már az elsőfokú bíróság is részletesen elemezte a kihívó közösség ellenesség és a törvényi tényállásban megkíván objektív alkalmasságot a megbotránkozás vagy viradalom keltésére, mint tényállási elemeket. Egy ponton volt vita az ügyészség kezdetektől képviselt álláspontjához képest az elsőfokú bíróság eljárásában, hogy a vádlott magatartása nem volt erőszakos. Az ügyészi álláspont szerint az volt, az erre irányuló körülményeket a másodfokú bíróság hiánytalanul feltárta, ezek szükségtelen megismétlésétől eltekintek. Felhívnám még a BTK értelmező rendelkezését, ami azt mondja, hogy a garázdaság törvényi tényállásában is szereplő erőszakos magatartás az nem feltétlenül alkalmas testi sértés okozására, ahogy jelen esetben sem volt alkalmas a vádlott magatartása erre. Azonban a más személyre vagy dologra irányuló támadó jellegű fizikai ráhatás az, ami megalapozza a magatartás erőszakosságát. A fővárosi törvényszék által módosított és így megalapozottá tett tényállás alapján pedig a vádlott lényegében elsodorta és maga előtt tolta a biztonsági őrt. Így ezen magatartása az ügyészi álláspont szerint erőszakos és egyúttal kimeríti a garázdaság bűncselekményének törvényi tényállását. Amire még mindenképp szeretnék hivatkozni, hogy helyes a vádlott azon hivatkozása, hogy az alaptörvény által biztosított alapjog, a véleménynyilvánítás szabadsága. Azonban azt is nagyon fontos rögzíteni, hogy ez egy nem korlátlan alapjog. Mégpedig az egyik igen lényeges korlátja az, hogy bűncselekményt nem valósíthat meg bárki, aki ezzel az alapjoggal élni kíván, itt pedig a vádlott pont ezt a határt lépte át a magatartásával az ügyészség álláspontja szerint. Mindezek alapján a vádlott bűnösségének másodfokú bíróság általi megállapítása törvényes, és igyekszem reagálni jelen felszólalásomban is a vádlott által hivatkozott körülményekre. Szó volt itt a társadalomra veszélyes hiányáról. Én azt gondolom, hogy a kihívó közösség ellenességet már az elsőfokú bíróság is megállapította. Az igazságszolgáltatás épületében, ahol egyébként jogkereső állampolgárok tartózkodnak, és adott esetben természetesen igazságügyi dolgozók is, a vádlott ezen cselekménye vonatkozásában az állapítható meg, hogy nem csak hogy alkalmas az állampolgárok körében felháborodás kiváltására, de a bíróság működésében is zavart okozhat, így azt gondolom, hogy ez a vádlotti hivatkozás, hogy a cselekménye társadalomra nem volt veszélyes, alappal nem foghat helyt. Volt itt hivatkozás Póka László vádlott részéről a kontradiktórius eljárás hiányára itt a harmadfokú eljárásban. Hát ezzel azért nem tudok egyetérteni, hiszen az eljárás most is kontradiktórius, hiszen felszólalt a védő, felszólalt Póka úr és felszólalt az ügyész is. Az, hogy harmadfokú eljárásban a büntetőeljárási törvény rendelkezései szerint nincs hely bizonyításnak, ez tény és való, ugyanakkor, hogyha a harmadfokú bíróság szükségesnek tartaná bizonyítás lefolytatását, erre megvan a törvényi eszköze, mégpedig az, hogy határon kívül helyezi a másodfokú vagy elsőfokú bíróság ítéletét, és megismételt eljárás utasítja az ügyet. Tehát az, hogy
most itt ma nem folyik bizonyítás, ez egyértelműen nem sérti a kontradiktórius eljárás alapelvét. Volt itt hivatkozás a célzat hiányára. E körben azt szeretném kiemelni, hogy a garázdaság az nem egy célzatos bűncselekmény, tehát a törvényi tényállásban nem szerepel célzat. Az esetőleges szándékkal is elkövethető, ez azt jelenti, hogy az elkövető közömbösséget mutat a cselekménye következményei iránt, abba belenyugszik. Itt az ügyészség sem vitatja, hogy egyenes szándék nem állt önt a vádlottnál, ugyanakkor az esetőleges szándék alapján a bűnössége megállapítható. Mindezek alapján, mivel a büntetés is tettalányos megítélésem szerint, annak lényeges enyhítésére sem látok alapot, indítványozom, hogy a fővárosi ítélőtábla, mint harmadfokú bíróság, BL 623. szakasza alapján hagyja helyben a fővárosi törvényszék, mint másodfokú bíróság ítéletét, egyúttal a BL 617. szakasz, 613. szakasz első bekezdése és 574. szakasz első bekezdése alapján kötelezze a vádlottat a harmadfokú eljárás során védői díj címén felmerült bűnügyi költség megfizetésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ügyészet. Esetleg reagálás, ügyészet. Köszönöm szépen, ügyészet. Jó, akkor most tartunk egy kis szünetet, mert itt a járványügyi